Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Ez egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, akkor az a személyes jóslás passzol a te helyzetedre. A díjam 3500 forint. És most megnézzük ezt a jóslást. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai vagy tervei. Itt a kártya megadja rá a választ. Ez a hölgy itt a képen majdnem meztelen, és ennek van egy szimbolikus jelentése, mégpedig azt jelenti, hogy nyitott arra, hogy beszéljen vele. Lehet, hogy te mutatod ezt a nyitottságot, vagy neki ez az elképzelése, neki ez az elvárása. Itt a képen látható az ablak és az a pót. Ez jelenti a lelkesedést, a bátorságot, az ablak jelenthet internet kontaktust is, de azt is, hogy itt van a nyitottság, megvannak a lehetőségek arra, hogy legyen egy beszélgetés, hogy legyen egy találkozás, esetleg egy testi kapcsolat, de ha te egy hölgy vagy, akkor látható, hogy elfordulsz a lehetőségek elől. Vagy nem bízol benne, vagy várakoztatod őt, vagy vannak félelmek. Itt tartod a kezedben ezt a fotelt, ami azt jelenti, hogy valamit még meg akarsz fogni, nem tudod elengedni. Ez lehet a múlt, ezek lehetnek érzelmek a múltból, tehát itt érezhető a bizonytalanság. És ő így gondol rád. A második kérdés az lenne, hogy mit érez veled kapcsolatban. Itt láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. És neki van ez a jó érzése, hogy köztetek most kialakul valami, lesz újra kapcsolat. De ő még itt a hídon mozog, ami egy átmeneti időszak, hiszen az egyik partot már elhagytátok, de a másik partra még nem érkeztetek oda. De az irány az nagyon-nagyon jó, hiszen a csillagok szerencsét hoznak, és minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben meg van írva. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veled? Ő jönni fog, közeledik hozzád, és nem jön üres kézzel, hiszen a kezében van ez a kehely, ami jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, ami azt jelenti, hogy érzelmekkel közeledik hozzád. És itt az ablak jelenti a lehetőségeket. Ő nyitott erre, és elvárja azt, hogy te is mutasd ki azt, hogy te is nyitott vagy ezekre az érzelmekre, elfogadod őt, lesz egy beszélgetés, lesz egy találkozás. A következő kártya itt középen egy napi üzenet. Itt a horgony azt jelenti, hogy ti ebben a párkapcsolatban szeretnétek lehorgonyozni. Kell a biztonság érzete. A háttérben ez a tenger jelenti az érzelmeket, hiszen a víz eleméről van szó, és a hajó az szimbolizálja a reményt. Tehát megvan arra a remény, hogy érzelmekkel közeledtek egymáshoz, meg lesz a tartós párkapcsolat. A lenormált kártyáknál ez a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is,
És ez lehet egy munkahelyi változás, vagy az áll most a középpontban, vagy ismeritek egymást a munkahelyen, vagy lesz egy közös tevékenység, ami a munkahelyet illeti, az lehet az ő munkája is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!